Szép jó estét kívánok! Évértékelő ünnepi beszélgetésre invitáltam mai vendégemet, Bence András evangélikus püspök helyettes, Erős Vár a mi Istenünk. Erős Vár a mi Istenünk, jó estét kívánok! Nos, egy nagyszerű év van mögöttünk. 500 esztendőt kellett, számot vettünk önmagunkkal, a reformáció 500 évét, Luther Mártonra gondolni, Kálvin Jánosra, önmagunkra a 21. században, 2017-ben, és mind arra, ami ebben az 500 évben benne volt. És az ő hangját szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél, millió apró tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy, egy Hanvas Béla idézet, akinek, mint tudjuk, az édesapja evangélikus lelkész volt. Igen. Kezdjük talán ezzel, hiszen a reformáció 500 éve itt Székesfehérváron is nagyon fontos programsorozat volt. Fontos volt azért, mert egyik oldalról az önkormányzat és az egyházak összefogásából kiderült az, hogy micsoda csodát tudunk mi megélni együtt, közösen. Másik oldalról pedig, hogy nem kell feltétlenül ahhoz hívőnek lenni, hogy megmerítkezzünk abban a meg annyi csodában, amit ez a programsorozat hordozott nekünk. Ön folyamatosan részt vett a bizottság munkájában is, és azt hiszem, hogy remek munkát végeztek. Köszönöm szépen, nekem is nagy élmény volt ebben a bizottságban dolgozni, és nem csak abban a szűk bizottságban, amely a Városházán összejött, hanem abban a kibővített tág bizottságban, amely a gyülekezeti tagokból verbúválódott össze. Hatalmas munkát végeztek, vagy végzett ez a bizottság. El kell mondanom, én nagyon büszke vagyok a városunkra. Nem tudom, hogy van-e még Magyarországon olyan város. Jó, a reformáció városai, tehát Sopron, Sárvár, Debrecen, talán leszámítandók. Nem tudom, hogy van-e még olyan város, amely így az ünnepsorozat mellé állt. Rácsodálkoztam én magam is, meg kell, hogy mondjam, hiszen keresztények és keresztjének, hívők és nem hívők egyként együtt tolták a szekeret, vagy éppenséggel húzták, és azt gondolom, hogy mindenfajta kimódolt történés nélkül zajlottak az események. Tehát nem mesterséges volt, hanem nagyon is természetes. Igen. Nekem meggyőződésem az, hogy a reformáció az egész Anyaszentegyháznak az ünnepe, és ezért együtt lehet ünnepelni, és nagyon próbáltunk arra odafigyelni, hogy valóban az egész egyháznak, és ahogyan mondta is a felvezetőjében, ha lehetséges, akkor az egyházon túliaknak is nyújtsunk abból, amit kaptunk a reformáción keresztül. Az Alberige csarnokban úgy fogalmazott ön, hogy a tapasztalat, hogy az evangélium a reformációban vált ismét tiszta és frissítő itallá. Ezt megerősíthetjük, hiszen aki eddig foglalkozott, tehát hívőként foglalkozott a reformáció történéseivel, az is kaphatott újat ettől az esztendőtől. Ha nem is tudjuk sorba venni, emeljük ki, ami az evangélikus egyház számára kiemelt esemény volt. Igen, nyilván én most haza fogok beszélni, és a saját alkalmainkat teszem előtérbe. Számomra az egyik legfontosabb, az egy vita est volt, vagy diskurzus volt. A színház aulájában ültünk össze három felekezett teológusával, és beszélgettünk arról, hogy mire jó a kereszténység, hogy mit tud adni a kereszténység, merre halad a kereszténység, és nagyon jó volt látni a különbözőségekben is az egymás elfogadását, és az egymás iránti nyitottságot. De időben ezt megelőzte Dinnyés Józsefnek egy dalestje, az is nagyon szép volt. Én azt kétszer is hallottam, mert egyszer a reformátusok gyülekezeti termében is, egyszer pedig mi nálunk szólalt meg, más-más műsor természetesen. Aztán nagyon fontos volt a fáklyás felvonulás, az nem volt annyira talán hangzatos dolog, de látványos volt, és azt gondolom, hogy sokakat ez érintett meg leginkább. És aztán augusztus végén volt az evangélikus nagykönyvnek, óriás könyvnek az átadalja. Ez magam is rácsodálkoztam, ez a rendhagyó köztéri installáció, ez azt hiszem, hogy mindent megmutatott az evangélium csodájáról. Tehát ez volt az igazi, ami mondom a köznapi emberek is, tehát megfigyeltem őket, sugárzó arcán nézték, kicsik, nagyok.
Igen, egyrészt iskoláknak volt remek, hogy kijöhettek és megnézhették azt, hogy, hogy a történelemnek azon része, amit ők éppen tanulnak, az, az hogyan jelenik meg az evangélikus egyházban, illetve akár felnőttek, idősek, hogy ma hogyan vesz részt az evangélikusság a társadalom életében. Számomra az nagyon fontos látnivaló volt, hogy, hogy milyen sok olyan ember is evangélikus, akikről ezt nem tartottuk azelőtt számon. Még itt a műsor előtt beszélgettünk, hogy, hogy lelkes olvasója lettem a gyülekezeti hírmondónak, mert hogy a köznapi emberek nyelvén szólalnak meg. Mennyire tartották fontosnak, vagy tartják fontosnak, hogy esztendőről esztendőre egy, egy olyan lapot hozzanak létre, ami a valóságot közvetíti? Ez, tehát szikár megfogalmazásban, köznapi megfogalmazásban azokat a történéseket nem tesz hozzá, és nem vesz el belőle. A gyülekezeti hírmondónk, ez évente négyszer jelenik meg, és a gyülekezeti tagok írják, nem újságírói végzettséggel, és nem, nem emelkedett, nem papi végzettséggel sem, bár vannak benne nyilván lelkészi áhítatok, meg efélék, és ettől lesz a beszámoló, minden egyes alkalomnak a beszámolója nagyon emberséges és emberközeli, hogy egyszerű emberek írják, egyszerűek, hát minden ember nagyszerű is egyszerre, de ezért lesz közeli állóvá, és nagyon örülök ennek a hírnek. Az egész reformációnak az volt az egyik jellemzője, hogy, hogy, hogy az egyszerű embereket akarta megszólítani. Akkor Luther fordította a Szentírást, akkor gyakran kiment a piacra, és hallgatta, hogy hogyan beszélnek egymás között az emberek, a kofák és a vevők. És onnét gyűjtött szókincset magának, hogy azt használhassa a, az új szövetség fordítására. Igen, hiszen ebből ez tisztaságból fakad, és tisztaság fakad minden egyes szóból. Egy 8 esztendővel ezelőtt ti gondolatot idéznék öntől, amikor arról beszélünk, hogy a jelenét és a jövőjét vizsgáljuk az egyháznak általában, illetve hát kivetítve az evangélikus egyházra. Ön úgy fogalmazott, hogy mivel Isten vonzó szeretete ma is érvényes, ezért van jövője az egyháznak. Ez végtelenül egyszerű, ugyanakkor, ha kivesszük belőle az alapvetést, akkor azért hadd kérdezzem meg tőle, hogy mit jelent a jelzőszerkezetként a vonzó szeretet? Hát, hogy ő vonz magához bennünket. Erre utalok ebben a mondatban. Úgy gondolom, hogy sokan keresik az egyház jövőjét, és az, a reformációnak az 500. évfordulója az föltette azt a kérdést számukra, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne a demográfiai vonalakat emelkedővé tenni. És kérdeztük azt, hogy hol van az ifjúság, mert az ifjúságban van a jövő, hol van a tudománnyal való kapcsolat, mert abban van a jövő. És nagyon fontos azt látnunk, hogy, hogy az egyház jövője az, az nem emberi területeken nyugszik, hanem, hanem az Isten vonzó szeretetén, hogy ő vonz magához. És tapasztaljuk azt, akár a saját életünkben, akár az egyház történetben, hogy olyanokat tud megszólítani, akikről egyáltalán nem is gondoltuk, hogy ők megszólíthatóak lennének. A kulcs szó a család továbbra is miként látja? A család az nagyon fontos. Azt gondolom, hogy, hogy ha valamit ki kell emelni, akkor, akkor a család, de és ezt tapasztaljuk is, hogy, hogy ahol a nemzedékek egymásnak hagyományozzák a tradícióikat, a tapasztalataikat, az életlátásukat, ott marad meg leginkább, ott plántálódik leginkább tovább a hit. De nem csupán ez. Az, hogy valaki hitre jut, az Istennek egészen különleges kegyelme, és ezért kell mindünk, mindig oda térnünk, hogy az Isten szeretete vonz bennünket, és nem mi keressük az Isten szeretetét csupán, hanem ő ébreszti föl bennünk azt a vágyat, hogy ezt megismerjük. A frissítő forrás elnevezés az pont arra utal, hogy az ember egyszer csak szomjas lesz, és a víz az, ami vonza az embert, a frissítő forrás hivogatja magához, hogy üdülj föl. Ez tetten érhető.
a hétköznapjainkon. Viszont mi mindent kell tennünk a hétköznapokon, hogy a frissítő forrást megéljük, hogy ünneppé varázsolja a hétköznap azt a sok-sok mindent, amit mi teszünk. És hogy kell ezt tennünk? Mostában ez eléggé foglalkoztat engem. Van egy adventi népének, amely erről szól, hogy törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ, sóvárgra rád, és azt várjuk, hogy az Isten áttörje az eget és leszálljon. Ez egy ézsaiási profécia alapján fogalmazódott meg az ének. És azt veszem észre mostanság, hogy nem annyira az eget kell áttörni, hanem sokkal inkább a magunk köré épített falakat, a megszokottságainkat, az én már tudom a választ gondolatainkat, vagy gondolkodásmódunkat, és nyitottnak lenni bizonyosan egymás iránt is, tehát valószínűség szerint egymás felé is eléggé lezáródunk, amikor azt mondja a feleség a férjnek, hogy én ismerlek, mint a tenyeremet, akkor zárt előtte. Nem hajlandó megnyílni előtte, és meghallgatni őt a mostani állapotában, mert én már ismerlek téged. Ugyanígy fogadták Jézust. Ó, tudjuk, ki vagy te, egy eretnek vagy, mondták neki. Ahelyett, hogy észrevették volna, hogy ő nem ember létére teszi Istenné magát, hanem Isten létére tette magát emberré. Az ember épít maga köré falakat, és ezeket a falakat kellene lebontani. Kinek? Hogyan bontódik ez le? És eszembe jutnak nagymamák, akik évtizedeken keresztül tanítgatják az unokáikat, és nem is biztos, hogy meglátják az eredményét, de valamikor majd lebontódik az a fal. Tehát egyszer-egyszer, ha lehajtjuk a fejünket, nem baj, mert ez az áloga annak, hogy felemelhessük. Így van, igen. Hadd idézzem önt. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, adja meg nekünk a zenekar harmóniáját, a hangyaboly erejét, a vaddudak V alakú szárnyalását, a láncszemek egymáshoz kapcsolódó alázatát és a boltív köveinek kitartását, miközben egymás terheit hordozzák. Rendkívüli mélységek vannak ebben a gondolatsorban. Ha jól emlékezem, ez a Nemzet Egység. Ez 2011-ben datálódik, a Nemzeti Egység napján, ugyanakkor igen. A bármely mindennapunkra igaz. Így van. És fontos igazságok sorozata. A zenekar harmóniája. Ezek a jelzőszerkezet, ez önmagáért beszél, ugye? Igen, azt gondolom, hogy mindegyik. És igyekeztem mindent máshonnan vett képpel mondani, de ugye a feladatom, a szorgoskodásunk, az a hangyákról szóló, a V alakú szárnyalás, amikor át tudjuk adni egymásnak a felelősséget, nem mindig ugyanaz akar vezetni, mert aki vezet, az előbb-utóbb elfárad, és engedi előre a hátul lévőt, aki ugyanabba az irányba fog. A láncszemek egymáshoz kapcsolódó. Amikor nem mondhatjuk, hogy valaki a leggyengébb láncszem, és utálhatjuk ki a körünkből, mert hiszen éppen tartanunk kell egymást, akkor lánc a lánc, ha egymást. Tehát meg kell erősítenünk. Meg kell erősíteni. Hogy kell 2017-ben megerősítenünk a gyengét? Foglalkozunk ezzel egyáltalán eleget? A legfontosabb dolog egymásra odafigyelni, a meghallgatás szintjén legalább odafigyelni. Ézsaiás könyve egyik mondata előkerül mindig advent idején, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Ami nem a síró gyermeknek a vigasztalás, hogy gyere, ülj ide az ölembe, és én megsimogatlak, és hogy helyetted megcsinálok valamit, hanem a vigasztalás az valójában bátorítás arra, amire képes az az illető, akit vigasztalok. Ami az előtt áll, és az, amit meg tud cselekedni. Merjünk a gyengéknek segíteni, hiszen azzal nem alázzuk meg magunkat, gondolok itt a boltív köveinek kitartására. Igenis akarjunk segíteni, és ne tartsunk attól, hogy az méltóságon aluli. Igen, a segítés az nagyon fontos. Azt gondolom, hogy
emellé hozzá kell tennünk, mielőtt ilyen hurrá optimizmusba mennénk át, hogy, hogy csak segítenünk el, és akkor, akkor megmarad az épületünk, hozzá kell tennünk, hogy, hogy az ember nem képes végtelenül segíteni. Hogyha szembe találkozunk, akár csak a hajléktalanság tömegével, Székesfehérváron is, akkor egy idő után azt mondja az ember, hogy tudom, hogy mit kell tennem, vagy kellene tennem, és mégsem tudom fölvállalni. Ez a kettőség bennünk él, ez az, ami a Madácsi tragédiában befejező mondatként hangzik azért, hogy ember küzd és bízza bízzál. Tehát, hogy nem a győzelemre, hanem a küzdelemre kaptunk elhívást. Tudom, hogy mit szeretnék tenni, mi a feladatom, nem mindig sikerül azt tennem. Elbukunk a segítés oldalán is, elbukunk a munkálkodás, a sürgölődés oldalán is, elbukunk abban is sokszor, hogy a hatalommal nem tudunk jól élni, de próbáljuk újra és újra, mert erre a küzdelemre kaptunk elhívást. És higgyünk, mert erős vár a mi Istenünk. Higgyünk, mert erős vár a mi Istenünk, mert hogy végül is az egész történelmet nem a mi cselekedeteink viszik előre, hanem az Isten terve. Így nézek a jövőre is. Adventben vagyunk, nagyon sok a külsőség. Talán túl sok is néha-néha. Megróljuk magunkat, de azért hiszünk abban is, hogy ez hozzátartozik. A várakozás ünnepéhez. Jól van ez így? Merjünk gyarlók lenni? Merjünk gyarlók lenni, igen. Ne akarjunk azok maradni. De nem kell tökéletessé válnunk. Mikor cselekszünk helyesen advent idején? Sokszor kérdezem a tanítványaimat, hogy ők mit ünnepelnek karácsonykor. Vannak, akik nagyon szép választ adnak, vagy legtöbben. Azért főleg a kamaszoknál elhangzik az a mondat, hogy semmit. Semmit nem ünneplek. Az első, amit talán tegyünk meg, amit ezek a kamaszok megmernek tenni. Vessünk számot azzal, hogy mit ünneplünk. Hogy csak külsőségeink vannak, és nincsen a kabátban semmi. Vagy pedig van valami tartalom, amit tényleg ünneplek. Keressem meg ezt a magot. Ha azt vettem észre magamról, hogy nincsen az én ünnepi külsőségeimnek magia, tartalma, akkor kezdjem keresni. Mert van, erről nem mi gondoskodtunk, hogy legyen, hanem ez megint az Atya vonzó szeretete. Ő az, aki Szent Fiát küldte ebbe a világba. Ő körülötte fordul meg ez az ünnep. Ő a közepe ennek. Ha észrevesszük azt, hogy az Isten szereti a testet, mert hogy testé teremtette az igét, hogy a számára ez a világ nem idegen, még akkor is, hogyha a világ számára az Isten idegen, akkor azt gondolom, hogy ott vagyunk valahol az ünnep közepénél, tartalmánál, amelyre rakhatunk valamennyi díszt, de nem fogunk túl sokat kívánni rá. Köszönöm szépen. Íme az üzenet, kedves nézőink, történjék így. Minden jót kívánok mindnyájuknak. Bence Andrásnak köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, évértékelő beszélgetést láthattak Bence András evangélikus püspök helyettessel. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.